Önök a kultuszobát látják, köszöntöm nézőinket! Szekszárdon rendezték meg a Tolna megyei önkormányzat kezdeményezésére indított Váramegye című találkozót, mely évek óta Tolna megye értékeit vonultatja fel. Mint minden esztendőben, a rendezvényen kihirdetik, mely értékeket emelnek Tolna megyei értéktárbizottság döntése alapján tolnai kumok sorába. Idén ezt az elismerést a Simontornyai Vár és a Tolnai Kékfestőműhely nyerte el. Ötödik alkalommal gyűltek össze a megye települései annak érdekében, hogy a világ elé tárják mindazokat a helyi értékeket, melyek identitásuk megtartásához, a hagyományaik megéléséhez, vagy épített környezetük értékeihez tartoznak. A Vára megye a Tolna megyei önkormányzat kezdeményezésére jött létre, és mint maga a rendezvény is mutatja, az értéktári mozgalom ebben a régióban értő füleket nyitott meg. Nem véletlen, hogy Tolna megye a harmadik legtöbb helyi értékkel rendelkező megye az országban. Alapvető célunk a Vára megye akció beindításakor az volt, hogy próbáljuk összehozni a Tolna megyei településeket mérettől, fajtától, elhelyezkedéstől függetlenül. Legyen egy olyan közös programunk, ami a megyéhez is kapcsolódik, valamint minden egyes településhez. Ugye az ország egyik területében, népességébe és felkapottságába legkisebb megyéje itt tart, az nagyon jó érzés. Nem utolsó dolog az, hogyha megismerjük a saját értékeinket, ez sokszor még a családban is így van, hogy az apróságok számára váratlanul derül ki valami, és ez bizony nem hogy a megyébe, hanem egyes falvakba, városokba is állandó jelensége ennek a mozgalomnak, hogy felszínre kerülnek olyan értékek, a múltnak, vagy akár a jelennek olyan dicsőségei, amiről a nagy többség nem tudott. Tehát van az identitásba, az ide tartozásba is jelentősége ennek, és óhatatlanul jelent a megyének egy marketinget kifelé, és látni való, hogy nem csak saját magunknak, ugye itt vannak a hargitai testvérek Székelyföldről, akikkel most már közösen tanulgatjuk azt, hogy ki hogy viszonyul oda-haza az értékeihez. Az idei évforduló hozta, hogy ezúttal nem egy kis település, hanem a megyeszékhely kapta a rendezés jogát. Most 5. alkalommal kerül megszervezésre az Értékek Napja a Tolna megyében. Ez egy kerek szám, és úgy gondoltuk, hogy most megérte valóban az idő ilyen szempontból arra, hogy ezt idehozzuk Szekszárdra. Mi nagyon tudunk rendezvényt szervezni, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is megfelelő körülményeket tudtunk teremteni. Az, hogy a megyeszékhely befogadja ezt a rendezvényt, megmutatja magát, próbálja erősíteni azt, hogy mi megyeszékhely vagyunk és megyeközpont vagyunk, de a partnerekként és egyenrangú félként kezeljük a településeket, és egy-egy ilyen alkalom kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt meg is mutassuk. Hiszen mindenki valamire büszke, valamikre büszke, ami a történelmében, a hagyományaiban, a tradícióiban rejlik. Hiszen minden település azért alakult úgy, ahogy alakult, mert ezek az értékekre épített. Természetesen Szekszárd is. Nagyon sok értékünk van, akár a borászatban, a gasztronómiában, vagy bármiben, hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, évszázadokra, akkor büszkék lehetünk azokra az értékekre, amire építünk. És én azt gondolom, hogy az, ami a szekszárdi embereket meghatározza, a munka iránti alázat és a szorgalom, az nagyon-nagyon fontos, és ez nem csak a szekszárdiakra érvényes, vagy jellemző, hanem tovább megy a valamennyi lakójára. És például ez az a kapocs, ami összeköthet bennünket, hogy tudjunk, hova szeretnénk menni, amit megcsinálunk, azt sikeresen csináljuk meg. És azt tudjuk, hogy ha el akarunk valahova jutni, azért nem csak tehetségekkel bírni, hanem nagyon sokat kell dolgozni, és azt gondolom, hogy ebben mindenki egyetért. Volt, aki a főztjével, más a viseletével, vagy a település különleges termékeivel tündökölt. Tudunk egy olyan értékmentő tevékenységet folytatni, amivel ezt a veszélyt meg tudjuk előzni, és ezen is vagyunk, hogy a mai értékeket és a mai
létező értékeket is be tudjuk mutatni, pontosan ezért, mert ezek talán hozzák magukkal a többit is, hogy gerjesztenek egy olyan folyamatot, hogy ezek folyamán az emberek több értéket, értékes dolgot feltárnak és ajánlanak felénk is. Tornaváros önkormányzata is, és én is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket a hagyományokat tovább vigyük. Teljesen mindegy, hogy ez nemzetiségi érték, vagy épített érték, vagy népművészeti érték, vagy viseret, vagy bármi más. De például néhány évvel ezelőtt a tolnai receptkönyvet is azért adtuk ki, hogy ezeket az értékeket be tudjuk mutatni. Ez a kiadvány ez nem csak recepteket tartalmaz, hanem tolnai történeteket is, hiszen azok is fontosak. Meg kell találni valahogy azt a pontot a gyerekek, fiatalok figyelmében, amit hogyha odafigyelünk rá, én azt gondolom, hogy ha mi magunk fontosnak látjuk, és a gyerekeinknek ezt tovább tudjuk adni, akkor én remélem, hogy ők is fogják majd főzni a tolnai krumplinoklit, tudni fogják, hogy a tolnaiak miért sárgalábúak, meg fogják őrizni és fel fogják ismerni a tolnai templomot, a tolnai kékfestők munkáját, a Versegi Ferinek a habánkerámiáját és a mözsi viseletet, a mözsi klumpát. Tehát vannak olyan értékek, amit mi őrzünk, és remélem, hogy a gyerekeink is ezt fogják tenni. Hogy is van, kezünk ügyében szinte ott vannak a környezetünkben az úgynevezett értékek, mihez most ilyen gyűjtést helyesen kezdeményeztek a döntéshozók, és ezek a szemünk láttára csukódnak be a mindennapi életből, kiáramolnak, és a művelése bizonyos értékeknek hát éppen napjainkban, vagy az elmúlt 20 években szűnik meg, ezért ha nem veszük őket számba, eltűnnek olyan emberek sajnos az élet miatt, vagy művelése bizonyos dolgoknak háttérbe szorul, azért, mert megy az életük előre, és a fejlődés egyszerűen felszakítja ezeket a régi világot, amiben ezek az értékek ott voltak a lábunk, a szemünk előtt, kezünk ügyében. Ezt a létező veszélyt akarja elhárítani az értéktelen mozgalom, és ezeknek az értékeknek az összegyűjtését célozta minden esztendőben a Váramegye program is. A legrangosabbak pedig tolnai komokká válnak, mint idén a Simontornyai vár és a tolnai kékfestő. Akár a magyar kóruskultúra követe is lehet a Szekszárdi Gályárda Kamara Kórus, ezt mondja az együttest vezető Szabó Szabolcs. Legutóbbi a szekszárdi újvárosi templomban adott hangversenyük is ezt bizonyítja. Hiába a nagy hőség, megtelt az újvárosi temploma Gályárda hangversenyére. Szabó Szabolcs, művészeti vezető, a kórus vezetője azt mondja, szeretnek örömet okozni zenéjükkel, valahol ez is a célja a kórusnak, ami 19 éve alakult meg zeneszerető emberekből. Úgy tekintjük, hogy az éneklés öröme az nem csak a hallgatóságnak ajándék, hanem annak is, aki csinálja. A 25 tagú kórus neve nem véletlenül. Egy 16. században divatos reneszánsz tánc volt. A kórus repertoárján egyaránt megtalálható egyház és világi kórus muzsika. Elsősorban reneszánsz szerzőktől. De jelen van a zenetörténet szinte minden korszaka. Lesz egy nagyon-nagyon komoly mű, Bach, ahol tanult Lübeckben Dietrich Buxtehude-tól orgonát. Ő írt egy fantasztikusan, nagyon szép orgona kísérletes darabot, azt mi most mutatjuk be először. Aztán lesz egy olyan blokk, ahol olyan Gasper spirituálé egyveleg lesz, olyat se csináltunk már még. Olyan volt, hogy egy-egy elszórtam valahol a műsor közepe táján valamikor, de most három egymás után következő, és hát ezek mind világslágerek. Úgyhogy, és természetesen a szokásos, hagyományos népdalfeldolgozás, aztán a zsoltárok világából. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mint eddig,
ez a teljes irodalmat felöleli valahol a Gregoriántól napjainkig. Ez a szép benne, hogy tulajdonképpen mindenki ezt vállalja, mert mondhatná valaki, hogy hát ő neki csak ez a műfaj tetszik, vagy csak az a műfaj tetszik, de senki nem lázongott és lázadott, hanem tényleg elfogadták ezt a műsortervet, és én remélem, hogy a közönség is elfogadja. A mai közönségre nem kérdeztünk rá. Csak azt tudjuk, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor a kórus indult, akkor főleg madrigálokat énekelt, és esetleg spirituálékat. Na most ezt a hagyományt mi megtartottuk, tehát mi továbbra is osztjuk a régi kollégának, Anducska Adriennek a véleményét. Énekelünk madrigálokat is, spirituálékat is, csak más elosztásban, más mennyiségben, és hát én merém remélni, hogy talán egy kicsit még jobb színvonalon, hogyha lehet. Változatos műsorral készültek tehát a mostani hangversenyükre, ezt már megszokhatta a közönség. Ám a mostani koncerten több gospel darab kapott helyet, de a kórusvezető nem a változatos műsornak tudja be a teltházas hangversenyeiket. Ennek a kórusnak mindig óriási, és nagyon-nagyon kedves, és meghatóan aranyos közönsége volt, hallgatósága. Valaki valami jót hallott valamikor tőlünk, és ezt tovább tudta adni ismerősöknek, akkor a hallgatóságunknak a tábora nem csökken, hanem növekszik. Szabó Szabolcs azt mondja, a kórus mozgalmak világszerte küzdenek a fennmaradásért, tagjaik megtartásáért, az utánpótlás biztosításáért. Ez alól szerinte nincs kivétel. Ha egy kórus nem profi, hanem amatőr, tehát a kórustak nem abból élnek, hogy fizetést kapnak az éneklésükért, akkor az utánpótlás megszervezése óriási nehézség mindenhol. Tehát főleg a fiatal korosztály gondolkodik úgy, tisztelt a kivételnek, hogy ők kötöttséget, hogy le kell ülni, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon. Ilyeneket nem nagyon akarnak vállalni. Abban lehet reménykedni, hogy ezeknek a kedves énekeseimnek a gyermekei egyszer csak azt mondják, hogy hát ahol apa vagy anya énekelt, akkor én is megpróbálnám. Van egy olyan tervünk karácsonyra, akkor 20 éves éppen az énekkar, hogy én vetettem föl ezt az ötletet, hogy össze kéne szedni a gyerekeket, unokákat, dédunokákat, ahol vannak, és akkor hát a nagyok, a kicsiket kéten fogva bevetnék a színpadra, én kiválasztanám azt a 2-3 kis darabot, amit együtt elénekelnének, és az is szép lenne. A Kamarakórus 2006-ban Szekszárd kiemelt művészeti együttese lett, és munkájukért 2013-ban Szekszárd közgyűlése a közgyóért kitüntetést adományozta nekik, de Szabó Szabolcs mégsem a díjakat, elismeréseket emelte ki eredményeik közül. Eredmény az, hogy vagyunk. Az eredmény az, hogy tudunk próbálni, van helyünk, tudunk egy kicsit mozgásteret kialakítani magunk körül. Hogyha nyilván valahonnan még sok pénzünk is lenne, akkor a külföldi utak is elérhetőek lennének, mert a kórus alkalmas arra, hogy bármilyen külföldi úton helyt álljon, és nem hogy szégyen ne valljon, hanem méltóképpen, ahogy szokták mondani, kicsit szlengesen, a magyar kórus kultúra nagykövete lehetne, és én ezt én vállalom is.
egyik legismertebb magyar szobrász Kisfaludy Stromlő Zsigmond alkotásaiban nyílt kiállítása Vármegyeháza kiállító termében. Lévén az alkotó Zala megyei, a gyűjtemény eredetileg a Göcsey Múzeum tulajdonát képezi, ám ennek átalakítása miatt most országos bemutató körútra indult. Ez az alkotás egészen biztosan mindenki számára ismert. A Gellért hegyen álló felszabadulási emlékmű Kisfaludy Stromlő Zsigmond legnépszerűbb alkotása, melyet 1947-ben készített. A tanulás nem volt a kenyerem, inkább rajzoltam, fúrtam, faragtam, sokat olvastam, főleg történelmet. Üres óráimat a szabadban töltöttem, tanulmányoztam a réteket, a forrásokat, az erdőket, házakat építettem összetört apró zsindelyekből. Nagy festő vagy nagy építész szerettem volna lenni. 14 éves lehettem, amikor az udvarunkon kutatástak. Nagyszerű zsíros anyagot hoztak a felszínre, gyúrni kezdtem. Megtaláltam, amit idáig hiába kerestem, a forma urrá lett az érzéseim fölött. Szobrász lettem. Írta önélet rajzában. Alapvetően egy olyan klasszikus művész, klasszikus szobrász volt, aki nagyjából a 19. század második felének az akadémikus, klasszikus szobrászata alatt nőtt bele a szakmába, csúnya szóval szocializálódott bele a szakmába, és egész életében ezt a stílust követte. Voltak ugyan fiatal korában bizonyos próbálkozásai az akkor induló bimbózó avantgárddal, de ezeket nem vitte végig. Ez egy nagyon népszerű, szerethető, a szépségre, a természet hűségre való törekvéssel jellemezhető irányzat, ami mindvégig az ő pályája alatt alkalmas volt arra, hogy közterekre is fölállítsák. Iparművészeti iskolába járt 1901 és 4 között, majd egy évig Bécsben tanult. Pályája a két világháború közötti időszakban teljesedett ki. Minden munkájában kitűnően érvényesítette technikai tudását. Az életnagyságúnál hatalmasabb szobroktól egészen az apró porcelán figurákig munkáit a lendület és az elegancia jellemezte. Rá előszeretettel aggatták a hivatalos művész jelzőt, hiszen mindegyik társadalmi berendezkedés, amelyik alatt működött, megbízások sorát adta neki. De hát azért adta megbízások sorát neki, mert ő olyan stílusban dolgozott. Tehát nem attól lett ő nagyművész, hogy ő megbízásokat kapott, hanem azért kapta a megbízásokat, mert nagyművész volt, és azért ez nem egészen mindegy. Én valahol úgy fogalmaztam, hogy ez a stílus, amit ő alkalmazott, az voltak éppen egy birodalmi művészet. Ha úgy nézzük, akkor a római birodalomtól kezdődően a nagy birodalmak sorra ezt a stílust próbálták a saját reprezentációjukhoz alkalmazni. Természetesen a római birodalom bukása után én is tudom, hogy körülbelül egy 1000 éves szünet volt ezzel, de a reneszánsztól kezdve, ha végignézzük a nagy európai birodalmakat, akkor azok a köztéri szobrok, amelyek a birodalmi reprezentációnak a kifejezését voltak hivatottak megvalósítani, azok mind ebben a klasszicizáló stílusban készültek, akár úgy, hogy klasszikusabb, akár úgy, hogy barokkosabb, de mind ez a természeti megfigyeléseken alapuló klasszikus arányrendszert alkalmazó és valahol a szépségre törekvő stílus volt, egészen a szocialista realizmussal bezárólag. Ezért 1931 és 39 között műterme volt Londonban.
Különösen kedvelték portréistaként Angliában, a királyi család és az arisztokrácia világában. Nevezetes arcmást készített az angol királyi család egyes tagjairól, illetve a politikai élet nagyságairól, valamint George Bernard Shawról, akihez közismerten jó barátság fűzte. Shawról 1932-ben mintázott portréja, az író által leghűségesebb ábrázolásként értékelt alkotás. Kisfaludi portréművészetének kulcsfontosságú műve a már bemutatott Gellért-hegyi felszabadulási emlékmű. Az aténi, ókori aténi demokrácia időszakába diadalmaskodott igazából ez a stílus, és azóta igen. Azóta hol buvópatakként, hol diadalmas folyamként folyamatosan jelen van, és szerintem jelen is lesz, ma is rendkívül közkedvelt. Amikor Kisfaludi Sóp Zsigmond, aki Zala megyében született, és Zala megye ösztöndíjával tanult annak idején, Zalaegerszegtől díszpolgárságot is kapott, 75-ben halt meg, akkor végakarata az volt, hogy Zalaegerszegre kerüljön a hagyatéka. És ez így is történt, ma is a Göcsei Múzeumban található, ahol állandó kiállításon mutattuk be egészen mostanáig. Most az épület felújítása miatt időlegesen le van bontva ez a kiállítás, és ennek az anyagából láthatunk most egy szűkebb volumenű válogatást itt. Kisfaludi Sóp Zsigmond egyébként azok közé, a művészek közé tartozik, akiknek a szobrai száma halála után is gyarapszik. Ennek az egyik oka, hogy néhány kis plasztikáját, ami egyébként már akár több helyen is állhat köztéren, újra és újra felállítják új helyeken. Tehát találkozni ilyen esetekkel, hogy fölnagyítják 5-szörös, 10-szörös méretre, életnagyságúra, nem 10-szörös, de 30 centis szobrot, mondjuk 180 centisre, és kiállítják köztéren. De az ő népszerűségét az is mutatja, hogy nagyon szeretik a műkereskedelemben is, és sajnos a hamisítók körében is előfordul. Tehát vigyázni kell, aki Kisfaludi szobrot szeretne vásárolni, mert az, hogy egy műkereskedelmi egységben, galériában kapható, és akár rajta van a szobrász neve, az még nem jelent 100%-os biztonságot ebben az esetben. Kisfaludi Sóp Zsigmond szobrainak kiállítását a Vármegyeház kiállító termében tekinthetik meg az érdeklődők. Még a rendszerváltás szele épp hogy fújdogált, amikor a Magyar Televízióban futott a Ki mit tud. Itt tűnt fel egy vidám társaság, amely egzotikus zenéjével a nézők szívébe lopta magát, és bár nem nyertek, a Los Andinos nevét megjegyezte Magyarország. Az annak zenei világát idézte meg a Los Andinos zenekar, a medinai zenei programsorozat nyitó előadójaként. Ez az a zenekar, akik majdnem hogy közfelháborodást okoztak Magyarországon, amikor nem ők nyerték meg az 1988-as Ki mit tudott. Ez nagyon jól esett nekünk, meg de azért meglepett, hogy ennyire az embereket, hogy ma felháborította, hogy akkor nem. Talán én azt gondolom most így egy kicsit idősebb fejjel, hogy akkor már éreztük, hogy ez 1988-ban volt, és nem sokára volt már a változás, hogy lehet, hogy a zsűri, ez az én feltétlenül zsűri, azt gondolta, hogy most már hogy nemzeti zene győzzöm. De igazából ez akkor a rendező, hogy fogalmazta, ez talán még nagyobb propaganda volt nekünk így. Azóta a népszerűségük töretlenül megmaradt. Ha emlékeznek, nem sokkal ezután lepték el a köztereket és az aluljárókat a perui zenét játszó együttesek és árusok. Ez egy megélhetési forrás volt. És hogy minél többen megálljanak, tehát olyan dallam kell, ami minél fülbemászóbb, minél harmonikusabban szól. Megáll, akkor dobni fog pénzt, vagy esetleg vesz kazettát, vagy CD-t. Na most... Ez, hamar rájöttek arra, hogy a pánsíp az nagyon egzotikusnak számít. Többféle pánsíp van az Andokban.
Tehát amik ők használtak, az egyfajta páncsipot főleg. Azt használták. Azt mondom, hogy olyan dalokban is páncsipoztak, amiben mondjuk hagyományosan ott nem is létezik az a páncsip, de jó szólt, és az embereknek tetszett. Tehát más. Volt olyan csapat, akik egész hagyományosan zenéltek, de hát a nagy része azért nem is mindig népdalok voltak, ilyen népies szerzemények. Ha már páncsip, Ákos mutat is egyet nekünk. Ez egy olyan páncsip, amiben hosszabb, rövidebb sípok vannak benne, mégpedig azért, mert a fő hangsor mellett díszítő hangok vannak. Ez mi ez a díszítő hang? Az, hogy amikor játszik ezen, aki játszik a rondador játékos, akkor nem egy sípot, hanem mindig kettő sípot fúj meg, tehát nem így, így, hanem hát így szó lesz, ha profi ember kezeli. A Los Andinos bejárta az Andok vidékét, eredeti dallamokat és hangszereket keresve. 1997-ben fél évet voltunk kint. Akkor végigjártuk Ecuadort, Perút és Bolíviát. Hát nem mindegy vidékét, csak hát mielőtt kijöttünk el, határoztuk, hogy mely vidékeket akarjuk megismerni most ezen a tanulmányúton. Ott akkor közel azt hiszem 30 koncertünk volt Ecuadorban, olyan 20 körülbelül Perúban. Azt mondták, nagyon nagy siker volt, nagyon tetszett nekik. Tehát kazetták, az összeset már Ecuadorban eladtuk például, vittünk ki magunkat. Szerencsé bedobtam egy köteg kazettaborítót, így aztán Limában után gyártottak kazettát, amennyi borítónk volt. El is tettünk néhányat emlékben, mert ugye rá van írva, hogy készül Perúban egy csomó ilyen Perú hangmérnök srác, aki hát sokszor vesz Feri Andók zenét ott, az mondja, hogy jó, hogy játszátok ezt a cuscói dallamot, ez dél-perui dallam, de látszik, hogy félköríves a sípja a fúriának. Hallatszik, bocsánat. Micsoda, azt mondja, igen. Ezt lehet hallani. Persze, azt mondja, a parasztok inkább szögletes sípút használnak. És hazajöttem is átfaragtam a fúriákat, és egy sokkal felhangdúsabb fúria lett. És évekig úgy játszottunk, pedig ott volt például Max Peter Baumnak egy gyűjtése Bolíviából, 50-es években, meg 60-as években gyűjtött zené. És ott lefényképezte a hangszerek, és nézne a fúriákat, ezeket a peremfúriákat, és mind szögletes sípja van neki. Szóval tényleg ez ott azóta már szögletes síppal zenélünk. Úgy veszem észre, hogy amerre megyünk, azért tudják az emberek, és még mindig, hogy mi az, hogy Los Andinos, és úgy veszem észre, a fiatalok jönnek, azoknak is tetszik, hogy ők mondjuk, nekik ugye ez nem volt semmit, hogy ezeket 88-ban ki mit tud, tehát ugye nincs oda, de én úgy veszem észre, hogy megfogja, megállnak, és úgy hallgatják, hogy hú, ez milyen fajta zene. És hogy miről szólnak a dalok? Hát mi másról? Barátságról, szerelemről, családról, csalódásról, az élet dolgairól, meséli Ákos. Mindegy, hogy hol zenélsz a világban és mivel, akár hegedűvel vagy pánsíppal, az ember marad és saját életét zenésíti meg. A Liszka amatőr art kiállítás Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. A kiállítók a festményeken kívül fafaragásokat, részdomborításokat, kerámia dísztárgyakat, fényplasztikákat tárnak a közönség elé. A közleműködőknek bemutatkoznak az Aliszka dalkör előadói, a Zombai Férfi Kar, a Mucsvai Vegyes Kórus és a vendégelőadó Vitéz Vesztergán Miklós tárogató művész. A kiállítás megtekinthető augusztus 29-ig az intézmény nyitvatartási idejében. További információ a www.szekszárdagóra.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!